Kedves nézők, szeretettel köszöntöm Önöket a Tabuk tények mai műsorában. Most újra Grandics Péter lesz a vendégem, és megpróbálunk három részt fölvenni. Az első rész, ez egy rendhagyó dolog, egy antigravitációs szabadalomról beszélgetnénk pár percet. Ennek a két dolog adja az aktualitását, ebben a frissen, tavaly megadott szabadalomban hivatkoznak a Péter munkásságára, és ezért gondoltam, hogy föltétlen kéne erről a találmányról, szabadalomról beszélni. Ez egy antigravitációs szabadalom megadott, és ez az első, ami nagy vákumban bizonyítottan 1G gyorsulást elő tud állítani. Magyarán itt a teljes lebegést sikerült megoldani. Idáig is voltak már az elmúlt évtizedekben a Brownbee-Field effektus kapcsán kísérletek, mintegy 50 éve, de ezek sikertelenek voltak. Tehát ez lesz a tervezett első beszélgetés témája. Utána az orvostudomány tévedéseiről fogunk beszélgetni. Ezt már belengedtük és megígértük régebben, de most már hál' Istennek remélem, hogy be is tudjuk tartani ezt az ígéretünket, és ameddig bírjuk, tehát az most két adáson keresztül tudnánk arról is beszélni. Úgyhogy el is kezdjük. A Péternek is átküldtem, ez a friss amerikai szabadalom gyakorlatilag a csúcshatás segítségével ért el antigravitációt. A fizikának az egyik legnagyobb tévedése az az, hogy körülöttünk nincsen éter, körülöttünk vákum van, és a vákum arról híres, hogy nincsen benne semmi. Más elgondolások szerint ez nem igaz, a vákum az nem más, vagy úgynevezett éter, amiben az 1860-as, 70-es, 80-as években az égvilágon senki nem kételkedett, akkor azt gondolták, hogy van körülöttünk egy éter, és amikor ránézünk egy állandó mágnesre, és látjuk körülötte az erőteret, ilyen vasreszelék ezt kirajzolja, vagy elektromos térnél is ilyen apró, pici magvak beállnak az elektromos tér irányába. Ez a tankönyvekben itt-ott előfordul. Ezekben a múlt század tudósai, és ezek nem voltak buta emberek, Faraday, Maxwell és így tovább, Lord Kelvin, azt gondolták, hogy nyilvánvalóan ez az éternek a megnyilvánulása, ott áramlik állandóan, mint egy szuperfolyékony közeg, a állandó mágnes körül, az elektromos töltés körül. Na, amikor jött ez egy teljesen elhibázott kísérlet, a Michelson-Morley, akkor azt vették észre interferométereknél, hogyha 90 fokkal elforgatták, akkor nem változott az interferencia kép, magyarán az éterszelet nem lehetett kimutatni. Aztán később más kutatóknak sikerült ezt a Silvertooth-nak, ha jól emlékszem, meg a Millernek a kísérletei, de azokat már lesöpörték. Ugyanakkor, amikor a forgó tükrökkel
ismételték meg ezt a kísérletet. Tehát, hogy egymással szemben ment két fénysugár, akkor forgó tükrök esetén azonnal megjelent ez az interferencia, tehát amint forgás, azaz gyorsulás van, abban a pillanatban látszik, hogy van egy éter körülöttünk. Ez az eszköz annyira fontos egyébként, hogy rakétákban, repülőgépekben ez a navigációs eszköz, több három egymásra merőleges ilyen. Hát ezt most már optikai szállal oldják meg, három egymásra merőleges ilyen gyűrű van, egymással szembe futnak a fénysugarak, és az interferenciából azonnal és nagyon pontosan lehet látni az elfordulások mértékét, és a pilóta ködben, sötétben, esőben így tud tájékozódni. Enélkül, az interferencia nélkül nem lenne repülés, nem lenne hajózás, mondjuk a rakétáktól eltekintenénk. De hallgatólagosan visszajött azért a műszaki gyakorlatba az éter. Na most, ugye elkezdték az 1950-es években az elektrogravitációs kísérleteket a Brown és a tanítványa, a Biffield, és tényleg találtak olyan eseteket, amikor aszimmetrikus kondenzátoroknál tolóerő jelent meg. Csak bejött egy gond, hogy ezeket a kísérleteket anyagiak hiány mindig atmoszférán vagy ritkított levegőbe végezték, és ez tragikus volt, mert ilyenkor szükségszerűen a nagy térerősség miatt megjelent az ionszél, ami egy másik effektus, de belekavart. Tehát nem tudtak elmenni a Holdra, vagy nem tudtak az 50-es évekbe kijutni a világűrbe, hogy ott végezzék a kísérletet, de nem volt olyan nagy vákumkamrájuk sem, amivel itt a Földön el lehetett volna végezni ezt a kísérletet. Csak ilyen érdekességként elmondanám, hogy az Egyesült Államok, amikor úgy Isten igazából elkezdődött az űrverseny, akkor az elején a szovjet rakéták voltak a jók. Sok pénzt fektettek be, az értelmes emberek fele ott dolgozott a rakétakutatáson, és persze a náci kutatókból, rakétásokból jutott ide is, oda is, vittek az Egyesült Államokba von Braunékat, de vittek az oroszokhoz is, a neveket azt nem tudom, ők titokban tartották, de a Koroljovék stábjában ott voltak a német rakétakutatók is. Na most, a rakétakísérleteknél az amerikaiak megtették azt, amit az oroszok nem tudtak. Egy iszonyatos nagy vákumkamrát építettek, én láttam ennek a fényképét. Az Egyesült Államok 1960-as alumínium termelésének a felét vitte el ez az óriási vákumkamra, teniszpálya méretű. És iszonyatos mennyiségű turbószivattyút állítottak rá, de így szimulálni tudták azokat a kísérleti körülményeket, ami a nagy magasságokban már szinte a teljes vákumban létrejöttek. Miért is kellett ez? Ugye, amikor megindult az űrverseny, hogy ki ér előbb a Holdra, itt mi tutira vettük azt, hogy a szovjet kutatók hamarabb ott lesznek a Holdon, és akkor ennek ilyen hát férfiasság növelő hatása volt a politikusoknál, hogy hát a mi űrhajósaink hamarabb, meg magasabbra, meg gyorsabbra. Csak hogy a szovjet titkos kísérleteknél, amikor a rakéták egy nagyon nagy magasságot elértek,
akkor elkezdtek ezek a fúvókák rezegni, mert nem tudták a nagy magasságokban a kormos, tehát a poros plazmának az öngerjesztő akusztikus rezonanciáit se számolni, se szimulálni. Az amerikaiak ezekkel a hatalmas nagy vákumkamrákkal meg tudták csinálni. Jobb fúvókáik voltak, azokkal a rakétamotorokkal ki lehetett jutni a földi atmoszférába. Ez volt az óriási különbség az űrversenyben, mert maguk a rakétamotorok, a turbinák, a szivattyúk, az égőfejek, azok ugyanolyan jók, vagy még jobbak is voltak a szovjeteknél, de nem volt anyagi lehetőségük, meg nem gondoltak arra, hogy na, nagyon nagy magasságnál majd olyan rezgések lépnek föl a fúvókába, amik tönkreteszik ezt. Egymás után pottyantak le a holdrakétáik, irányíthatatlanná váltak, és egy-két nem bejelentett űrhajós halál is volt. Néhányról azért tudunk. Tehát olyan extrém körülmények voltak ezeknél a kísérleteknél, amelyek az amerikaiaknál legalább a kísérleti fázisban kiderültek és tudták korrigálni ezeket, ez ma is titok egyébként, és a szovjeteknél ez nem sikerült, vagy aztán majd később az amerikaiaktól került ez át. Na most ez a hosszú fölvezetés, ez azért kellett, mert ennek a stábnak 20 éves munkával, egyébként a NASA-nál dolgoztak, és a NASA a 20-25 évvel ezelőtt nekifutott ennek az elektrogravitációs témának, és egymás után buktak meg ez a kísérletek. Egyszerűen azért nem volt elég kitartás, szorgalom és ész az elektrogravitáció mögé téve. Ezen kívül hát ott lógott fölöttük az, hogy hát nincs is éter. Nincs. A vákumban persze van egy kis fluktuáció az atomi méreteknél, de nem kell vele a makroszkópikus fizikában számolni. Nem kell azzal törődni, hogy az állandó mágnes körül igenis látszik egy erőtér. Na most ezek a kutatók ezt komolyan vették, és a NASA-tól kilépett kutatók otthon Schwarzban a kockázati tőke bevonásával kitartóan, szorgalmasan elkezdtek az elektrogravitációs témán dolgozni. Nagyon sok képen lehet látni, hogy aszimmetrikus erőterek esetén föllépnek eredő hatások, amelyeket, hogyha miniatűrizáljuk, és sok-sok rétegben egymás alá tesszük, akkor ezek a mikronewtonos erők sok-sok rétegben, sok-sok apró csúcsocskánál olyan erősek lehetnek, hogy már akár 1G-s tolóerőt is tudnak hozni. Miért van ennek óriási jelentősége? Hát egyrészt ugye a Péterrel beszélgettük át talán egy vagy másfél éve a US Navy-nek, az amerikai haditengerészetnek a Pajs nevű kutatójuk által fémjelzett 3 megadott szabadalmát, amely az általános relativitás elméleten alapulva próbált úgymond UFO-t csinálni. Amíg ezeket részletesen én el nem olvastam, én azt hittem, hogy na, végre egy lepottyant UFO-t rendesen meganalizáltak, és US Navy köntösben közreadják. De csalódnom kellett. Egy-két gondolatot megtaláltam, egy-két, de nagyon el volt az bújtatva ebbe a 3 szabadalomba. Itt ebben
a Bühler-féle szabadalomba, én elmondom ennek a számát, hogyha valaki nagyon szeretné megnézni, 2023-as és 12 millió 18 05 A1 szám alatt a US patentek sorába meg lehet találni. Ez egy tisztességesen leírt szabadalom, ez alapján meg lehet csinálni, csak óriási munka, és kell hozzá egy marha nagy vákumkamra természetesen. De a dologban az az érdekesség, hogy amikor így valahonnan előkerül lepottyant UFO-ból származó darabka, és azt elektronmikroszkóp alá teszik, ezt a rétegzett struktúrát lehet látni. Az ott az UFO töredékeknél kicsit jobb is. Bizmut magnézium, és közte valami fura műanyag, amit nem tudtak eddig azonosítani, itt ilyen nincs. Nekem az a gyanúm, hogy ez a nagyon fura anyag nem a szokásos mostani földi technológiával készül, hanem csavart, királis tulajdonságú. Minden élőlény ilyen királis anyagból épül föl, csak a mostani technológiánk ezt nem tudja, mert ezt csak az élet tudja fölépíteni, ez nanotechnológia. Itt atomról atomra kell fölépíteni ezeket a csavart struktúrákat, és ebben ez nanotechnológia, tehát ott nem felülről, úgyhogy befogjuk az esztergába a nagy vasdarabot, aztán majd kifaragjuk belőle, amit akarunk, hanem picibe atomról atomra haladva építünk föl ilyen körkörös struktúrákat, az élet így készül. És a lepottyant UFO-k darabjaiba ezt látjuk, csak nem tudjuk azonosítani. Na most ez azért érdekes, mert ez az egyetlen szabadalom, ami tisztességesen leírja, hogy kell elektrogravitációt műszakilag hasznos munkára fogni. Én magam magnetogravitációs primitív masinát építettem, majd egyszer beszélünk erről. Elektrogravitáció az szerintem jobb, mint a magnetogravitáció, de lehet, hogy van olyan intelligens faj ebbe a galaxisba, akik megoldották a magnetogravitációnak a műszaki alkalmazását. De ennek kapcsán kérdezném most, Péter, most jöttél vissza Kaliforniából, hogy most én azt látom, hogy csönd van a kongresszusi UFO meghallgatás ügyében. Van-e valami újabb fejlemény, aminek a híre ide nem jutott el hozzánk? Igen, sajnálatos csönd van. A csönd annak tudható be, hogy a titkos szolgálatok egyelőre nem hajlandók kooperálni a kongresszussal. Ugye láttam egy interjút a Tennessee kongresszmennel, aki ezt az egész feltárást irányítja, ugyanis arra kérték te meg a kongresszus az összes szolgálatot, hogy hozzák a nyilvánosságra náluk lévő UFO-kkal kapcsolatos titkos anyagokat, de valami oknál fogva nem lelkesednek ezért. Valószínűleg mélyen érintettek a dologba, vagy egyéb anyagi szálai vannak. Ez köztudott egyébként még annak idején a néhai Philip Corso ezredes írta meg a könyvébe, a Roosevelt utáni nap című könyvébe, hogy kiadtak a UFO-król megszerzett technológiákat, kiadtak különböző defense kontraktor cégeknek azért, hogy azt visszafejtsék, és akkor az az ő tulajdonuk lesz, és futhatnak vele, szabadalmaztathatják, annyi pénzt csinálnak vele, amennyit nem szégyelnek, és
szerintem itt is biztos vagyok benne, hogy van egy csomó fekete projekt, amivel titkos szolgálatok benne vannak, és ez a fekete büdzsé, ami senki nem tudja, hogy hova mennek a pénzek, és valószínűleg attól félnek, hogy ezekre fény derül, úgyhogy egyenlőre most stagnálnak a dolgok. De biztos vagyok benne, hogy lesz haladás ez ügyben, mert van egy olyan érzésem, hogy most az van, hogyha a kormány nem teszi meg a nyilvánosságra hozatalt, akkor majd az ítik fogják megtenni. Tehát a földön. Igen, igen, ők fogják megtenni a nyilvánosságra hozatalt, és ez nem lesz kellemes sokak számára. Ugye Hollywood valahogy fölkészít minket ilyen egészen ostoba, hülye forgatókönyvekkel. Én olyan horrorfilmeket látok, hogy jönnek ide más bolygóról, és megesznek minket, és ezt a baromságot már századszorra eladják. Ugye szegény H.G. Wells kezdte a világok háborújával. Igen. Utána aztán rádiójáték is, pánik is, meg minden. Igen. Szeretünk ettől félni, hogy ide jönnek és megesznek minket. Holott én azt gondolom, hogy rengeteget lehetne tanulni tőlük, más fejlettebb civilizációktól, mert akik ide képesek jönni, azok biztosan többet tudnak a fizikáról, mint mi. Ugye? Így van, pontosan, de a helyzet az, hogy volt erről információm, hogy a Föld jelenlegi Földet vezető ilyen konzorcium ezt nem szeretné, hogy a ítik nekünk tudást átadjanak. Addig jutott el csak a dolog, hogy a kormánynak adtak hát tudást, amit aztán a kormány megtartott magának, és nem lett szétterítve az emberiség számára. Tehát ebből a dologból az emberiségnek semmilyen haszna nem volt. Csak az, hogy megyünk tönkre. Megyünk tönkre. Így van. Tehát ha az ítéke miatt nem is akarnak adni technológiát az emberiségnek, mert fönnáll az a veszélye, hogy egymás ellen használjuk fel, vagy elpusztítjuk vele saját magunkat, vagy a bolygót, aminek ugye tragikus következményei lehetnének akár az egész naprendszer számára. Tehát ők semmilyen módon nem akarják ezt támogatni. Távol maradnak, egyenlőre megőrzik a tisztes távolságot, nem akarjanak bennünket befolyásolni, mert ez a mi sorsunk, nekünk kell megoldani. Most ebbe az állóvízbe lökött egy kavicsot, ez az elektrogravitációs szabadalom. Én ajánlom az érdeklődő nézőknek, hogy keressék meg, szabadon letölthető egyébként, igen, igen. És tanulságos. Tudom, hogy emiatt nem lesz tüntetés az akadémia elé, hogy ide nekünk az antigravitációt, de ennek óriási gazdasági jelentősége is van. Tessék elképzelni, az olajipar és a stráda építőiparra milyen csapás lenne ez, mert onnantól kezdve egészen más típusú autókat kéne csinálni, autók kerekek nélkül, és onnantól kezdve a kreszt is újra kéne írni, mert nincs is piros lámpa, hanem csak repülünk így oda. Hatalmas társadalmi hatása lenne az elektrogravitáció elterjedésének, de hát ugye én azt láttam, hogy azt se vesszük észre, ami az orrunk előtt van, hogy a darázs az így repül cikkázva, és nem a szárnyakkal, hanem a szárnyakkal párhuzamosan cikkázik elképesztő módon. Tehát az, amit már mindenki milliószor látott, az antigravitáció, a test tömegcsökkentése itt van velünk az élő világban. Orrunk előtt.
csak észre kéne venni. Na, hát most jól kidühöntük magunkat ezzel az antigravitációs szabadalommal, ezt az apró szösszenetet be is rekesztjük itt. Péter, örülök, hogy itt voltál, és a nézőknek pedig azt ígérjük, hogy következő adásban már az orvosi problémákról, tévedésekről lesz szó. Akkor is tartsanak majd velünk.